Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik. Sági Pál van itt velünk a vonalban, aki nem más, mint az OTP Global Market senior üzletkötője. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát sírva könyörgünk, hogy valamit a dollárról, mert ha a dollár erőt mutat, az nekünk több szempontból sem jó magyaroknak, mert mindig a forinttal... Hát nem csak a dollár, kérem szépen, amikor itt összehívnak egy vészhelyzeti tanácskozást, akkor vannak ugrások azért. Például... Így van, ez a hét ez valóban eléggé izgalmas volt, és a dollár az csak az egyik komponens, amit érdemes volt figyelni a forint mozgásában is. Ugye itt tényleg azt láthattuk, hogy ugyan a múlt héten beindult folyamatok nagyrészt folytatottak ezen a héten is, gondolok itt főleg arra, hogy a múlt heti amerikai inflációs adat után jelentős fordulatot láthattunk a tőzsdéken, de még inkább a devizapiacokon, és ugye jelentős dollár gyengülést figyelhettünk meg, illetve mindezek közben ugye a régiónk devizái is jól teljesítettek, meg minden fejlődő piaci deviza. Összességében azt lehetett mondani, hogy ugye volt egy komolyabb fellélegzés arra a sztorira, hogy esetleg a Fed majd csökkenti a kamatemeléseinek ütemét, illetve azok hamarabb véget érnek. És hát ebbe a viszonylag rózsás képbe grondított bele ugye ez a szomorú incidens, ami Lengyelországban történt, igen. És átmenetileg legalábbis úgy tűnik, hogy szerencsére inkább átmenetileg, de ugye komoly geopolitikai aggodalmakat okozott, ami abszolút leképeződött az árfolyamokban is. És akkor ez csak az egyik része volt ennek a hétnek, tehát annak ellenére, hogy makroadatokban azt mondanám, hogy viszonylag kevésbé fontos adatokat láthatunk, de azért voltak olyan események, amik ezen az eseményen túl is azt gondolom, hogy említésre méltóak. Ilyen volt például a tegnapi napon az, hogy egymásnak ellentmondó híresztelések vagy pletykák láttak a napvilágot azzal kapcsolatban, hogy a Magyarország mikor és hogyan férhet hozzá, egyáltalán hozzáférhet az EU-s pénzekkel. Hát jó, persze, jöttek mindenféle, igen, erről van most egy egészen hát most, ha új ha végig pörgetjük polémia. A sajtót, akkor olvashatunk olyan híreket, és most már mindjárt megegyezünk. Más orgánumok azt mondják, hogy persze mindenki hivatkozik valakire, hogy esélyünk sincs, tehát hogy ilyen helyzetben nagyon nehéz tisztán látni, és a bizonytalanság az meg aztán nem jó a befektetőknek. Ez így van, és ez a bizonytalanság ugye most jelen esetben leginkább a volatilitáson mérhető tetten, tehát hogyha csak a tegnapi napot vizsgáljuk, ami ugye egyetlen kereskedési nap, úgyhogy hangsúlyozom, nem fontos makroadatokat láthattunk, vagy igazából a világból olyan nagy dolgok nem jöttek ki, ehhez képest ugye járt az euróforint árfolyam a 418-on, meg majdnem 416-on, vagy 480 és majdnem 416-on is, tehát egy 8 forintos sávban lehetett kereskedni, és ez azért azt gondolom, hogy igencsak jól mutatja azt, hogy ahogy közeledünk ugye a fontos dátumokhoz, ami elméletileg ugye november 22-e Európai Bizottsági Ülés, vagy majd a december 6-i pénzügyminiszterek ülése, úgy nő a zaj e körül az esemény körül, és úgy próbálják megtenni ugye a különböző szereplők a téteiket. Miközben könnyen elképzelhető az is, hogy ezeken a dátumokon még, vagy legalábbis az elsőn ezek közül még semmiféle biztos eredményt nem fogunk megtudni. Oké, menjünk vissza a tengeren túlra. A különböző szigorú üzenetek érkeztek a jegybanki képviselőktől az Egyesült Államokban. Mi történik a dolcsival? Igen, itt is van azért bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy vajon egy adat, fordulhat-e a piac, vagy nem is annyira a piac, hanem maga a Fed fog-e változtatni bármit a monetáris politikáján, és azért itt igyekeztek többen hűteni a kedélyeket ezzel kapcsolatban az amerikai jegybank részéről. Összességében egyébként azért azt lehet mondani, hogy viszonylag gyenge szinten áll a dollár az elmúlt időszakhoz képest, viszont van itt egy fontos technikai szint, amit elértünk, az 1.04
környékén tartózkodik jelenleg a 200 napos mozgó átlag, ami azért eléggé határozottan kijelölte a dollár erősödésének trendjét az euróval szemben, hiszen nem voltunk e fölött a mozgó átlag fölött 2021 júniusa óta, tehát mint egy másfél éves trend mutatója ez, és ezt az ellenállást teszteli az euró-dollár jelenleg. Azért, hogyha a fundamentumokat is nézzük, tényleg azt lehet mondani, hogy elképzelhető, hogy a piac előre szaladt ezekkel a várakozásokkal, és egyetlen adatra próbálja felépíteni az elképzelését. Ráadásul ugye ott van még egy csomó kockázat, ami pedig az eurót illeti. Most jelenleg még azt lehet mondani, hogy a gáztározók jó töltöttség, az egyébként csökkenő energiaárak, azok összességében talán a legsúlyosabb forgatókönyv elkerülését teszik lehetővé, ami az Európai Uniót, Eurozónát illeti, tehát az európai recesszió valamelyest, vagy annak a súlyosabb verziója kezd kiárazódni. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy ezek a kockázatok nem szűntek meg, csak átmenetileg csökkentek. És a másik az, hogy az LKB ugyanúgy vissza fogja fogni a maga kamatemelési ciklusát, hogyha azt lehet látni, hogy az infláció tetőződik, tehát valamennyire majd szinkronba fog kerülni a két jegybank a jövő évben, nem úgy, mint az idén, ahol ugye a Fed jelentősen ugye előre szaladt a kamatemelésekkel, és az Európai Központi Bank épp hogy csak elkezdte azokat, de valószínűleg túl sokáig nem fogja folytatni, hogyha ez a globális fordulat az inflációban, illetve ugye a gazdaságban megmutatkozik. Tehát azt gondolom, hogy azért az euró-dollárban itt legalábbis addig, amíg újabb impulzusokat nem kapunk, pontos szinthez érkeztünk, és azért a dollárt még nem kell temetni. Oké, hát jó, figyeljük, akkor a jövő hetet várjuk, és természetesen a jelzéseket, főleg a forintra való tekintettel. Pali, köszönjük szépen az infókat. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét, és már a jó kereskedést mindenkinek. Neked is köszönjük. Sági Pállal beszélgettünk, az OTP Global Market senior üzletkötőjével. A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli treasury rovata hangzott el. Na, azt mondja kedves hallgatónk szintén a Messengeren, hogy BKV témához szólna hozzá. Ilyet tegnap láttam először a 13. kerület Vágány utcában. Végig buszsáv van, egymás mögött ment két csuklós busz, és mind a kettő bejött a belső sávba. Ott mentek végig, mögöttük meg a sor. Közben a buszsáv tök üres volt. Igaz, annak burkolata egy katasztrófa, biztos nagyon ráz, de hát ez azért van, mert mindig ott mennek a buszok, mondja ő. De hát nyilván aztán nem tudnak rajta menni. Megmosolyogtató, amikor a buszvezetők, kamionosok, taxisok életpálya modelljéről beszélnek 2022-ben. Jó reggelt, az egész szakmának jó, ha 10 éve van hátra. De hát az nem mindegy, hogy addig mi történik. Aztán szerintem a sofőrhiány egyik oka, hogy megszűnt az a fajta képzés, amit a volt MHS honvédségi kereten belül nyújtott, amit meg a Waberesség pár éve tömegesen próbált, az nem az igazi, írja a hallgató. Megyünk tovább, mégpedig hírekkel, Schmidt Andi mondja el a legfrissebb információkat, aztán pedig a hazai vállalkozások digitális fejlettségét fogjuk ismét kutatni, illetve erről fogunk beszélgetni. Hát azon beszélgetni. Van mit, Janítom. Érdekes, hogy a Digiméter kutatássorozatról lesz szó, Dobó Mátyással beszélünk majd a Vodafone Business direktorával. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban.